köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Bence Péter vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Menekülteknek gyűjtenek, egyre több helyen segítik az Ukrajna felől Tolna megyébe érkezőket. Bajba jutottakat fogad be Paks, 50-en érkeznek a városba háborús övezetből. Tanyagondnak kis busz kapott kisdorog, 71 millió forint értékben adtak át beruházásokat a településen. Elismerés, megtartották az idei Tolna megyei Prima díjátadót. Folyamatosan érkeznek Tolna megyébe menekültek Ukrajnából, ezért egyre több helyen gyűjtenek nekik. Szekszárdon a Garai téren található önkormányzati helységben is várják a felajánlásokat. Ott már két hete folyik a civilek és az önkormányzat közös karitatív akciója. Eddig Ungvárra vitték a felajánlásokat, mostantól viszont főként az ideérkezőket fogják segíteni. Két hete indult az Ungváron élőknek gyűjtés Szekszárdon. A civil kezdeményezéshez rengetegen csatlakoztak, volt, aki adományokat vitt, más a munkáját ajánlotta fel. Nagyon jó volt látni ezt az összefogást. Nagyon sok önkéntesünk volt, közel 50 fő, a legfiatalabb harmadikos, a legidősebb pedig 70 pluszos hölgy. Rendszeresen jöttek, akik hozták az adományokat, és közülük is sok olyan segítőn került ki, aki aztán feliratkozott, hogy önkéntesként is részt venne. A magánszemélyek mellett vállalkozások, sőt iskolás osztályok is gyűjtésbe kezdtek, hogy tartós élelmiszerrel, tisztálkodószerekkel, ágymatracokkal, takarókkal, vagy éppen elektromos fűtőtestekkel esetleg önkéntesként segítsék a háború sújtotta ukrajnai Ungváron élőket és az oda menekülőket. Az első szállítmány adomány múlt héten szombaton el is indult Ukrajnába. A gyűjtés folytatódik, ugyanott hétköznapokon délután 3 és 6 óra között. Időközben viszont már Tolna megyébe is érkeznek menekültek, így a szervezők úgy döntöttek, mostantól elsősorban nekik segítenek. Hozzánk is fognak érkezni előbb-utóbb menekültek, és az ő ellátásukra is fogjuk folytatni a gyűjtést. Tehát szeretnénk a karitatív szervezeteket segíteni abban, hogy ők az egész éves feladataikat, tehát a jótékonysági feladataikat és az adományozásokat folytatni tudják, mi pedig a menekültek részére szükséges dolgokat fogjuk a jövőben is továbbra is gyűjteni. A terv az, hogy most szombaton még egy autónyi adományt eljuttatnak Ungvárra, azt ugyanis ott már várják. Ezentúl viszont elsősorban az ideérkező menekültek ellátását fogják segíteni a szekszárdi gyűjtőponton dolgozók. Az adománypont nyitvatartása változatlan marad, tehát napi 3 órában. Én erre azt gondoltam, hogy a középiskolás diákokat kellene megszólítani, és közösségi szolgálat keretén belül megszervezni az önkénteseket. Két iskolával beszéltem, két iskola már biztosan nyitott erre, de szerintem a többiek is. Szekszárdon tehát továbbra is segítik a civilek és az önkormányzat a háború elől menekülőket. Hamarosan pedig iskolások is csatlakozhatnak a kezdeményezéshez. Közel 300 000 forint értékben vásároltak tartós élelmiszert, higiéniai eszközöket, tisztálkodási szereket a Bátaszéki Önkormányzati Tűzoltóság és az Önkéntes Tűzoltóság lánglovagjai, hogy megsegítsék a kárpátaljai menekülteket. Az állomány minden tagja egy emberként fogott össze és járult hozzá az adományhoz, amit Tiszabecsre egy határmenti településre szállítanak, segítve ezzel a menekülteket és az ott élők áldozatos munkáját. Fölvettem a kapcsolatot az ottani polgármester úrral, és ott gyakorlatilag egy komplett általános iskolát rendeztek be erre, és rengeteg kárpátaljai magyar érkezik Tiszabecsre, ezért döntöttünk úgy, hogy egyrészt személyesen fogjuk elvenni az adományokat, nem pedig karitatív szervezeten keresztül, illetve szeretnénk megnézni az ottani helyzetet, és a továbbiakban, hogyha szükség van rá, akkor még támogatni őket, illetve szeretnénk köszönetet mondani az ott dolgozó, önkormányzati dolgozóknak, illetve önkénteseknek is, akik azt gondolom, hogy emberfeletti munkát végeznek azzal, hogy ezt az ember áradatot fogadni tudják. Több mint 50 ukrán menekültet szállásolnak, és látnak el a paksi önkormányzat által fenntartott épületekben szerdától. A prelátusban és a Cseresznyéskert erdei iskolában alakítottak ki nekik helyet. Az étkezésről, egészségügyi ellátásról az önkormányzat gondoskodik, mondta Szabó Péter polgármester és Borbás László, a Paks Kistérségi Szociális Központ igazgatója közös sajtótájékoztatójukon. Kett hajnalban 39 menekült érkezett Ukrajnából a Cseresznyéskert erdélyi iskolába, hogy átmenetileg itt lakjanak. Eddig 5 ukrán menekült tartózkodott a Pakshoz közeli intézményben. A város önkormányzata két helyszínen fogadja a nehéz helyzetben levő menekülteket.
a prelátus épületét jelöltük ki erre a célra, az esetlegesen ideérkező menekültek fogadására. Ott most már ma délután este felé fog érkezni 9 fő Ukrajnából, akiket ott fogunk elszállásolni, illetve a mögöttem látható Cseresznyéskert erdei iskolát jelöltük még ki erre a célra, a menekültek fogadására. Itt jelenleg most 44 menekült tartózkodik. Különféle szolgáltatásokkal segít a menekülteknek a Paks Kistérségi Szociális Központ, és a lakosságtól érkező adományokat is eljuttatják az érintettekhez, mondta Borbás László, a központ igazgatója. Van, akinek a tájékoztatás, információszerzés a legfontosabb, van, aki adományokat szeretne és kér, ezeket szeretné átvenni, és van, aki teljes körű szállással együtt kéri mindezeket a szolgáltatásokat. Paksváros önkormányzatának támogatásával kijelöltük azokat a helyszíneket, ahol szállást is tudunk biztosítani, és itt gyakorlatilag teljes körű ellátás az város intézményeinek összefogásával, a teljes körű ellátás, étkeztetés, tiszta ruházattal való ellátás, a lakosság adományait tudjuk átadni a menekülteknek. Jelenleg tartós élelmiszerre, tisztálkodási szerekre, kisgyermekeknek írószerre, színezőre, gyurmára van a legnagyobb szükségük a nehéz helyzetben levő ukrán családoknak. Paksváros önkormányzata eddig is többféle módon segített az ukrán-orosz konfliktus miatt bajba került embereken. Adományokat gyűjtöttek és juttattak el a Magyar Máltai Szeretett Szolgálaton keresztül Kárpátaljára, valamint Paks testvérvárosának, Visknek is vittek ki adományokat. 2068 új koronavírus megbetegedést igazoltak csütörtökön idehaza. Ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.814.362 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 50 többségében idős krónikus beteg, így az áldozatok száma 44.653-ra emelkedett. 2.338 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 109-en vannak lélegeztetőgépen. Az oltottak száma is folyamatosan emelkedik. Tolna megyében 43 új fertőzöttet regisztráltak csütörtökön, ezzel a járvány kezdete óta 38.570-re nőtt a megbetegedések száma az országnak ezen a részén. Kétszázezer forintnyi adományt vittek el a háború elől menekülő kárpátaljai romák megsegítésére a Tolna megyei cigány nemzetiségi önkormányzat tagjai Záhonyba. Balog László, a szervezet kulturális bizottságának elnöke úgy nyilatkozott, folytatják a gyűjtést és az esetleges szálláskeresésben is segítséget nyújtanak majd a rászoruló romáknak. Személyesen vitték el adományaikat a Tolna megyei roma nemzetiségi önkormányzat tagjai Záhonyba. A testület által megszavazott 200.000 forintos ráfordításból tartós élelmiszert, tisztálkodási szereket vásároltak a menekülő kárpátaljai romáknak, valamint egy kis meglepetést is vittek a gyerekeknek. Rengeteg roma jött át, és ugye mi, mint roma kisebbség önkormányzata, a romákat szerettük volna elsősorban támogatni, és hát azokat is támogattuk. Balog László azt mondja, azt látta a magyar-ukrán határa érve, hogy elég nagy a gond. Azonban a záhonyi vasútállomásnál nagyon felkészültek, és szeretettel fogadják a hazájukat éppen elhagyni kényszerülő menekülteket. Melegétellel várják őket, szendvicssel, üdítővel, kávéval, tehát akinek mire szüksége van, és akkor Záhonyból mennek tovább ezek az emberek. Hamarosan azonban nem az adományt kell gyűjteni ezeknek a rászorulóknak, hanem segíteni kell őket abban, hogyha ideiglenesen is szálláshelyet biztosítsunk nekik. Tolna megyében már közel 200 háborús menekültet szállásoltak el. Daruskocsi szakította le a Szekszárd-Balánki híd magasságkorlátozó rúdját csütörtökön délután. A teherautó szabálytalan módon felengedett konténeremelővel közlekedett, így történt a baleset. Nem sérült meg senki, az anyagi kár viszont jelentős. A helyszínelés egészen péntek délelőttig tartott. Tanyagondnaki kis busz nyert kis dolog. A járművet a Magyar Falu programnak köszönhetően tudta megvásárolni az önkormányzat. Az ünnepélyes átadón Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője is részt vett. Ő azt mondta, a kormány elkötelezett amellett, hogy továbbra is fejlessze a falvakat. Kigurul az új tanyagondnoki busz Kisdorogon. A település sikeresen pályázott a Magyar Falu programban. Így tudták megvásárolni a közel 15 millió forintos járművet.
Az autóbuszra nagy szüksége volt a falunak, ugyanis a gyerekek a szomszéd községbe járnak óvodába, többek között őket fogják szállítani vele. A polgármester azt mondja, eddig 71 millió forint érkezett az önkormányzathoz a programon keresztül. Az idejében viszont sokat nyertünk, és főleg az, hogy szinte az összes utca fel lesz újítva, még egy ilyen pályázatunk is van, ami még 20 milliós, úgyhogy az útjaink egy jó ideig nagyon, tehát karban vannak akkor tartva, nem lesz gond rá. Ezen kívül még nyertünk Urnafalra is pályázatot. Az ünnepélyes átadón Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője is jelen volt. Ő elmondta, hogy a 2019-ben elindult Magyar Falu programnak köszönhetően több lehetőség van a kis települések fejlesztésére. Ezek a kis buszok viszik a kisgyerekeket, illetve az idősebbeket különböző rendezvényekre, óvodákba, iskolákba, aztán társadalmi, sport és egyéb más rendezvényekre, illetve patikába, orvoshoz, rendelőintézetbe. Úgyhogy örülünk annak, hogy újabb nyertes pályázata volt a falunak. Potápi Árpád János hozzátette, hogy további 3 utca felújítása is zajlik még a faluban. Egyre szélsőségesebb az időjárás, ez már a Tolnai megyeszékhelyen végzett évtizedes megfigyelésekből is látszik. Erről tartott előadást Kővári László helyi agrárszakember a Rákellenes Liga szervezésében csütörtökön délután. Mint a beszédben elhangzott, a klímaváltozásnak kimutatható hatása van az emberi egészségre is. Pár évvel ezelőtt fordult elő januárban, hogy mindenki csodálkozott, hogy még annyi ember nem halt meg, mint abban az évben januárban. És akkor én igazoltam azt, hogy olyan légnyomás változás különbség volt néhány napon belül, 40 higany milliméter, amit még egy egészséges ember is nagyon nehezen visel, nem egy beteg ember. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége 2003-ban hozta létre a Prima Primissima, majd a megyei Prima díjakat. Tolnában 16. alkalommal adták át a rangos elismeréseket. Az ünnep során Eppel János, a VOSZ elnöke azt mondta, jelentős átalakulás zajlik a szövetségben. A Prima díj a legkiemelkedőbbek elismerésére szolgál Tolna megyében. A kultúra és a gazdaság terén egyaránt sokan méltóak az elismerésre. Süli János, a paksi bővítésért felelős tárca nélküli miniszter, Tolna megye 3. számú választókerületének országgyűlési képviselője azt emelte ki, hogy az Országos Szövetség vezetői által alapított Prima Primissima és a megyei díjak azt bizonyítják, hogy a kultúra és a gazdaság képviselői egymás mellett is képesek nagy dolgok véghez vitelére. Van, akit példaként kell állítani a többség elé, mindig vannak, akik kiemelkednek teljesítményükkel a többiek közül, és ez teszi lehetővé azt, hogy Magyarország is példaértékű megoldásokat tudjon felmutatni, és az meg jó dolog, hogy ezeket a példaként akár szociális, akár kulturális, akár ipari, művészeti sorba is példaként állítható embereket mindig van, akik támogatni tudják. Az elmúlt évek megváltozott körülményei a VOSZ-t is átalakításra sarkalták, mondta Fajszi Lajos, a szervezet Tolna megyei elnöke. A VOSZ-nak föl kell vennie egy gyorsabb stílust, hiszen nincsen most idő fél év, egy éves egyeztetésekre, hanem igyekezni kell arra, hogy a kormánnyal ezeket az ITMS találkozókon tényleg kiharcolni a vállalkozásoknak prompt azt a segítséget, azt a támogatást, amire akkor és abban a hónapban szüksége van. A szokásoknak megfelelően a Prima díjat 3-an vehették át. Elismerésben részesült Rül Gizella, a Tolna Art megalapítója, Molnár Imréné, az Önzetlenül Segítők Paks Nonprofit Alapítvány vezetője, és Lenkei István, a Paks 2 vezérigazgatója. Itt most mondjuk így a tágabb közösség tisztelt meg azzal, hogy Prima Primissima díjas lehetek, és azt kell mondanom, hogy tényleg nagyon-nagyon örülök neki, mert semmiféle díjat nem kaptam még. Én dolgoztam folyamatosan, a célom nem az volt, hogy díjakat kapjak, hanem hogy a munkát rendesen elvégezzem. Kiemelkedő társadalmi szerepvállalásáért ismerték el Tar Jánost, a Tar Kft. Tulajdonosát, aki számos sport és kulturális kezdeményezést támogat rendszeresen. Az összes ilyen szervezetnek az a legfontosabb része talán az a társadalmi kohéziós ereje van, ami összetart, akár legyen az egy
művészeti táncegyüttes, vagy legyen az egy sportcsapat, és ez összetartja az embereket. És azt gondolom, hogy ebbe a kicsi vidéki létünkbe azért ez nagyon fontos, hogy összetartsuk az embereket. A 2021-es Prímadíj közönségdíját a Dombovádi Kapos Kódus érdemelte ki. Regionális híreink következnek. 11,1 milliárd forint jutott Nyugat-Baranyába, a Magyar Falu programról számolt be a képviselő. Somogyban is összefogtak a sportolók, adományt gyűjtöttek a siófoki kézisek az ukrajnai menekülteknek. Kiállítás ukrán alkotó munkái Pécsen. Forint jutott a most lezárult ciklusban Baranyai nyugati részébe, mondta Nagy Csaba országgyűlési képviselő Harkányban. A politikus kitérte a városban megvalósult fejlesztésekre is, melyekhez a forrást a Magyar Falu program biztosította. A Magyar Falu programban megvalósult beruházásokról számolt be Harkányban a térség országgyűlési képviselője. Nagy Csaba elmondta, hogy 6 város és 168 kisebb település van a választókerületben. A városok közül csak Harkányban 5,7 milliárd forint jutott különböző fejlesztésekre, mint a Zsigmondi sétány és az óvoda felújítása, illetve a körforgalom megépítése. A településen lezajlott legnagyobb beruházás a fürdőben történt, ugyanis még 2018-ban jutott hozzá az önkormányzat egy 3,8 milliárd forint értékű projektcsomaghoz. Most már látszik az élményvilág, a harka élményvilág, ha valaki még nem jártott, akkor én kérem, hogy majd nézze meg és próbálja ki. Azt gondolom, hogy egy nagyon látványos beruházás volt, és Európában bárhol megállja a helyét. Most már a kültéri rész is elkészült, és 500 millió forint körüli összeget tudott arra költeni a város, hogy a következő ütemű fejlesztéseket elindítsa. A képviselő azzal folytatta, hogy Baranya nyugati részébe 11,1 milliárd forint jutott a most lezáró ciklusban a Magyar Falu programnak köszönhetően. Ebből részesültek önkormányzatok, egyházi és civil szervezetek, de utakat is felújítottak az összegből. 607 darab nyertes pályázat került megírásra az önkormányzatok által, ez 6,6 milliárd forint fejlesztési forrást jelentett. 95 civil szervezet nyert, és összességében 30 kilométernyi utat tudtunk ebből a programból felújítani. Nagy Csaba hozzátette, hogy top pályázatokból mintegy 13 milliárd forintot köthettek el a választókörzetben, ami egyébként uniós és kormányzati konstrukció nagyobb városok számára. Ebből is látszik, hogy a Magyar Falu program mekkora jelentőséggel bír, ami kizárólag hazai forrásból segíti a kisebb települések fejlesztéseit. Adományt gyűjtöttek a siófoki kézilabdások. Az SKC női csapata több tonna tartós élelmiszer, gyümölcsöt, konzerveket juttat el a kárpátaljai településekre. A csapat tagjai, szakvezetői, támogatói, szurkolói egy emberként fogtak össze, hogy segítsenek. Csütörtökön reggel egy 7,5 tonnás teherautót pakoltak meg a felajánlásokkal, amely útnak is indult Kárpátaljára. Adomány? Igen. Tegyük le, ugye? Egymás után érkeztek a szurkolóktól az adományok. De a játékosok és a sportvezetők is kivették a részüket a felajánlásokból. Több tonna élelmiszert gyűjtött össze az SKC család a kárpátaljai menekültek megsegítésére, amelyre a szerdai kupa meccs előtt is érkeztek még adományok. 8 raknapnyi élelmiszer, tartós élelmiszer fogunk eljuttatni. Beszéltünk, egyeztettünk a Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálattal, és az ő általuk elmondottak, vagy az elképzelt termékeket, nyersanyagokat próbáljuk eljuttatni a holnapi nap folyamát. Természetesen nem csak ezt az adományt, hanem a szurkolóink, amiket a mai nap folyamán a mérkőzésünkre hozni fognak, azokat pedig már a környékünkön elhelyezett embereknek és családoknak próbáljuk eljuttatni napról napra. Ez mind élelmiszer, tartós vagy napi fogyasztásra alkalmas élelmiszerek. Valamint felajánlottuk a mai mérkőzésünknek a teljes bevételét a Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálatnak, amit a holnapi nap folyamán át is fogunk részükre utalni. A játékosok szívügyüknek érzik a rászorulók megsegítését. Lakatos Rita, a csapat irányítója szerint a játékosok kötelességüknek érzik a segítségnyújtást. Én felvidéki magyar vagyok, úgyhogy megtapasztaltam azt, hogy a Covid alatt milyen érzés volt, hogy egy határvonal választott el a szeretteimtől, holott tudtam, hogy biztonságban vannak, így is elég nehéz volt, és tényleg akarva akaratlanul eljátszódozom azzal a gondolattal, hogy mi lenne, hogyha épp most nem felvidéki, hanem kárpátaljai magyar lennék, és tényleg egyszerűen
kirázó hideg attól a gondolattól, hogy hány családot szakítottak ketté, hány embernek a szeretteit besorozták, és fiúk, apák vannak most ott a háborúban, illetve az, hogy hányan menekülnek, hagyták el otthon most az egész hazájukat. Tehát, hogy tényleg ez szörnyű, és én úgy gondolom, hogy ilyenkor kötelességünk segíteni. A teherautó csütörtökön a reggeli órákban indult el a balatonparti városból Kárpátaljára. Különös hangulatú képek kerültek ki a pécsi Rácsaladár közösségi ház falaira. A tárlat szomorú aktualitása, hogy Kárpátalján született és nőtt fel az alkotójuk, akinek még most is élnek ott rokonai. A festményeken keresztül különböző kultúrák köztük az ukrán, az orosz, vagy éppen a magyar hatásait érezheti a néző. A háborús helyzetről is kérdezte stábunk az alkotót. Kiállítás megnyitó a pécsi Rácsaladár közösségi házban. Kárpátalján született és élt 17 éves koráig az alkotó, aki most a pécsi művészeti karon tanul. Azt mondja, édesanyja most menekült át a háború elől Ukrajnából, de vannak kint még rokonai. Mindenképpen nehéz a helyzetük, de szerintem erősek vagyunk lelkiekben is. Mindenképpen próbálunk a legjobbakat kihozni ebből. Én is úgy élem meg ezt, hogy nem azon gondolkodok, hogy mi lesz, hogy lesz, hogy mi lesz a háza, vagy bármivel, hanem mindenképpen a jövőben koncentrálódik a gondolataim, hogy próbálok a legjobbakra gondolni. Kérdeztük, hogy a háború megjelenhet-e majd a műveiben, ha majd közelebbről látja, hallja Kárpátalján, hogy mi történt. Azt mondja, bár elvontabb stílusban fest, de nem kizárt, hogy a háborús események hatása is bekerülnek majd a képeibe. Ruszin Noémi kiállítását március 25-ig láthatják a pécsi Rácsaladár közösségi házban. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt a híradó. Menekülteknek gyűjtenek, egyre több helyen segítik az Ukrajna felől Tolna megyébe érkezőket. Bajba jutottakat fogad be Paks, 50-en érkeznek a városba a háborús övezetből. Tanyagondnak kisbusz kapott kisdorog, 71 millió forint értékben adtak át beruházásokat a településen. Elismerés, megtartották az idei Tolna megyei Prima díjátadót. Szombaton marad a felhőtlen derült égbolt és a szikrázó napsütés, gyenge vagy mérsékelt keleti szél fúj majd. Vasárnap és hétfőn is derült frontmentes idő várható, fokozatosan mindenütt délkeletire fordul a szél. Kedden előre láthatólag magas szintű felhőzet lehet felettünk és szűrheti jelentősen a napsütést, csapadék nem várható, tovább emelkedik a hőmérséklet, délutára bőven 10 fok feletti maximum valószínű. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, addig is töltsék kellemesen az ünnepi hosszú hétvégét, és ne feledjék, kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!